Újabb győzelmet begyűjtve folytatta szereplését a labdarúgó MB2-ben a Diós Győr. Kuznecov Szergej vezetőedző együttese a forduló rangadóján a találkozó előtt a harmadik helyen álló Gyirmut otthonában vendégszerepelt, és végül 2-1-re megérdemelten győzte le ellenfelét. Újabb értékes sikerével pedig már a hatodik a DVTK, és csak egy pont választja el a harmadik pozíciótól. A pirosmezes DVTK Gyirmut ellen idegenbeli fellépésén visszakerült a védelembe, az eltiltását követően Szatmári, és szintén ott volt a kezdőcsapatban Papis, ami, mint kiderült, remek döntés volt Kuznecov edzőtől. Tovább vándorolt a védelemben Bárdos is, akire ezúttal középen számított a szakmai stáb. Nem kezdődött jól aztán Diógyőri szempontból a 90 perc, ugyanis a legutóbbi győztes gólt szerző Komand sérülés miatt már a 8. perc után le kellett cserélni, helyére az egyik új fiú Cseke érkezett. De még a sérülés miatti átmeneti emberhátrányban dolgozta ki első zicserét a DVTK, Lukács okosan helyezett gurítása alig ment mellé. 14. perc. Újabb Diógyőri lehetőség, de Bényei helyezett kísérletét oldalra tudta még ütni a kapus. Ám a bedobás után is volt még veszély, Szőke centikkel tévesztette csak el a célt zicserénél. A 22. percben jött aztán a csapat újabb akciója. A szép támadás végén Pap vállalt el egy lövést, és nagyon kellett nyújtózkodni a hársfalvi kapusnak, hogy ne változzon az eredmény. A 34. percben pedig már nem volt ellenszer. Cseke ívelt át a túloldalról a labdát, és okos fejesével Pap megszerezte a vezetés csapatának 0-1. Megérdemelt volt a Diógyőri találat, mert idegenben is magasan letámadta ellenfelét, többet birtokolta a labdát, veszélyesebb volt a miskolci csapat. 40 perc játék után jutott el lövésig először a házigazda, de jó volt a védekezés. Aztán a 43. percben ennél az esetnél szabálytalanságot látott a játékvezető és büntetőt ítélt, amit nagy értékesített. 1-1-el ért véget így az első félidő. A folytatásra változtatás mellett döntött Kuznecov Szerge, és Szőke helyére egy másik új fiú, Gera érkezett. Komoly lehetőséget hozott el aztán az 52. perc, de Pap lövését sikerült blokkolniuk a sárga mezeseknek. Egy órányi játék után Cseke lövése csak centikkel ment a keresztléc fölé, majd a 67. minutában érkezett a pályára Eppel és Bertus, ami, mint kiderült, a mérkőzést eldöntő csere volt. A 87. percben ugyanis Gera lőtte középre a labdát, ami átpattant az ex-Diósgyőri polgár lábán, de pont jó volt a túloldalon érkező Eppelnek, aki megszerezte a vezetés csapatának. 1-2. De a három pont begyűjtéséhez kellett még egy nagyon fontos Bárdos mozdulat is. A védő ugyanis szinte a gólvonalról vágta ki a labdát ennél a helyzetnél. Így pedig nagyon értékes győzelmet gyűjthetett be a forduló rangadóján a Gyirmut otthonában a csapat. Második mérkőzésén második győzelmét zsebelhette így be a DVTK kispadján Kuznecov edző, csapata így pedig már csak egy pontra van a dobogótól. Nehéz mérkőzésre számítottunk, és így is jött ki az a mérkőzés. Nagyon jól elemeztünk az ellenfelet, tudtunk, hogy mi az erőssége, mi a gyengeségé, és nyilván próbáltunk kihasználni a mi játékunk stílus, és azon belül mondtunk a srácoknak, hogy nehéz, mert elején a Voli Komán megsérült. Ez egy ilyen nagy veszteség, mert pont az a középen a játékos, aki próbálja irányítani a játékot, és helyzeteket is úgy alakítunk ki. De viszont a srácok, aki egyben a Benjamin jött, és átvette ezt a dolgot, szóval nagyon örülök az, hogy a srácok tényleg, az, hogy nem minden sikerült, ahogy elterveztünk, de elején nagyon jó futballoztunk, volt több lehetőség is, és én hát utána egy kicsit, ahogy kezdtek többet hibázni, ez egy problémát okozott, és ezért is a fél időben is fontos volt nekem őket megnyugtatni, hogy folytassunk azt az alaptervet, amit terveztünk, azt a játékstílust, amit akarunk képviselni, csináljunk, és mondom, hogy türelmesek legyünk, ez fontos volt, és másik fél időben próbáltam is. Néha, amikor éreztem, hogy felelne őket egy kicsit, hogy szívják föl magukat és előre támadjunk, próbáltam az oldalvonalról őket előre, hogy is menjünk, és hát mondom, nagyon örülök, hogy
Az Epe Marcinak sikerült a győztes gólt lőni, nagyon örülök, hogy a Marci fejjel betelt, elég sokat gyakoroltunk most az utolsó edzéseken a fejeseket, szóval ez mindig nagy örömet nekem hoz, amikor amit gyakorolunk, és ezt meg is tudunk csinálni, és természetesen az egész csapatért nagyon örülök, mert tényleg csapatgyőzelem, amikor kellett szenvedtünk, amikor kellett futballoztunk, és akkor hibák voltak, de az a jó, hogy végig tartottunk ezt a játékot, és sikerült a végén győzni egy ilyen nagyon fontos mérkőzés számunkra, ami jövőben is nyilván több erőt ad, hogy jó úton járunk, út elején vagyunk, de fejlődni kell még sokat, de mindegy, a lényeg az, hogy nyertünk, és ezzel szeretnék gratulálni a csapatot is, és a szurkolókat is, mert fantasztikus szurkoltak itt a szurkoink, és reméljünk, hogy a következő hazai mérkőzésen minden többen jönnek el, és minden jobban fogják támogatni a csapatunk, hogy plusz úgymond 12. játékosan legyünk meg a meccsen, mert a következő mérkőzés nagyon fontos lesz számunkra, hogy fel tudjunk zárkozni oda föl. Az első fél időben jobban játszott a Diós Győr, több lehetősége volt, elég lassan tudtunk focizni abban a periódusban, jól támadtak le minket. Lassú gondolkodással kicsit gyorsabban kellett volna játszani. Azt gondolom, hogy kellett neki szerencse, hogy teljesen megérdemelten egyenlítettünk. A második fél időben úgy érzem, mind a két csapat gólra törően játszott, nekünk is voltak lehetőségeink. Mint például az, hogy amikor gólt kaptunk előtte, nekünk volt egy 100%-os helyzetünk, amit kihagytunk. Ilyen a játék, aki több gólt rúg, az nyer. A forduló rangadóján győztes góllal segítette csapatát fontos 3 ponthoz a második félidőben csereként pályára érkező Eppel Márton. Sikerült gólt rúgnom, de ami annál is fontosabb, hogy nyertünk, és idegenben a Gyirmót ellen, ami azt gondolom, hogy válogatott szünet előtt utolsó két meccs, ez nagyon nagy jelentőséggel bír, jövő héten tudunk játszani az MTK-val, de visszatérve erre megtört, igen, elég nagyon boldog vagyok. Szerintem egy kiki meccs volt, az elején jobbak voltunk, aztán kicsit a Valinak le kellett jönnie, és kicsit máshogy játszottunk, én azt mondom, hogy hiányzott onnan középpályára a kreativitása, és amiatt nem találtuk annyira a tempót, de ha azt nézzük, hogy a végén tudtunk nyerni a gólommal, az azt mondom, hogy nagyon sok lelki erőt ad a csapatnak a következőkre is, megmutatja azt is, hogy mennyire egybe vagyunk. Kaptam egy szép labdát a Danitól, ha jól emlékszem, ott valaki luftot rúgott középen, azért az kellett, de hát Pécsen nem volt szerencsém, most igen. Hogy idegenben volt a meccs, ez nagyon fontos volt, és az, hogy így a végén ezek a késői gólok mutatják azt, hogy egy csapat milyen lelki állapotban van. Nyilván egy játékosnál is, most nekem is nagyon sokat segített, de a csapatot is megmutatja, hogy múltkor ugyanúgy 80 pluszba rúgtunk gólt, most is 80 pluszba, 88-ba. Ez mutatja azt, hogy nagyon rendben van a csapat. Nagyon lehet persze az MTK-ról is beszélni, egy nagyon támadó csapattal fogunk játszani, de az edző majd megcsinálja az elemzést. Én azt láttam eddig, hogy iszonyatosan precíz, szóval biztos, hogy minden nap fogunk videózni, és rengeteget beszélünk majd róluk. Fogjuk tudni, hogy mik a gyengéik, de azt gondolom, hogy van gyengéjük, biztos, hogy sebezhetőek lesznek, hazai pályán fogunk játszani. Remélem, hogy úgy, mint a Barci ellen sok néző lesz, és tudunk nyerni egy szünet előtt. Újabb győzelmével már csak egy pontra van tehát a dobogótól a DVTK. Folytatás hazai pályán, a Magyar Kupában, a Szeged ellen.